nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az egyre gyűlt tömeget, mondhatom így, mert milyen szép számmal összejöttünk erre az adventi ünnepségre. A kérésünk az, hogy fogadják sok szeretettel a Csetényi Híd gyülekezetének, a kórus tagjainak az előadásában felcsendülő dicséreteket, és ebbe kérjük a támogatásunkat, és mielőtt még belekezdenénk az ünnepi műsorunkba, engedjék meg, hogy imában menjünk Isten színe elé, és kérjük az ő támogatását erre a műsorra. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked itt Csetényben, hogy ezen a helyen összejöhetünk, hogy Jézus Krisztusról, a te szent fiadról megemlékezzünk a mai este, és a szívünket fölkészítsük az ünnepen keresztül is azokra az előttünk lévő napokra, amikor megemlékezhetünk ezen a földön, hogy Jézus Krisztus az Isten fia emberré lett, és megszületett a megváltó erre a világra. Uram, mi Csetényben is ezért hálásak vagyunk neked, hogy vannak olyan emberek, és van neked néped, akik bízik az élő Istenben, és ezért mi a mai este is itt Csetényben hálát adva mindannyiunknak az életéért, azért a kegyelemért, amivel megtartottál bennünket az egész évben, és őriztél, és vigyáztál, és támogattál bennünket. Kérünk, hogy segíts meg ezt az ünnepi istentisztelet jellegű előadásunkat annyiban, hogy a szívünk föl tudjon emelkedni a te jelenlétedben, és gazdagabban menjünk el majd erről a helyről. És kérjük, hogy Istennek a szellemével munkálk, hogy mindenkinek az életében, és azok a gondolatok, és azok az inspirációk el legyenek ültetve a Szent Szellem által, mert te szólsz az emberekhez, szólsz a szívünkhöz, szólsz a betegségekhez, és szólsz azokhoz a kihívásokhoz, amivel szemben találjuk magunkat még az előttünk lévő időben. Ezért kérjük, hogy a te jó kedved szálljon erre a dísztérre, és áld meg itt az énekeket, a hallgatóságot, hogy a te békességed vegyen bennünket körül a Jézus nevében. Amen. És akkor kérjük, hogy fogadják sok szeretettel kórusunknak az előadásában fölcsendülő dicséreteket. Világosság, világosság, letört a bék, jó lehúlt a lánc, megnyílt az ég, most kitört a tánc, szíved éled és valóban látsz. Sűrűben éltem, e féltek én, vagánynak néztek, de féltem én. Úgy lettem boldog, kinyúlt a fény, hozzád is szólok, mert Jézus él. Világosság, világosság, letört a bék, jó lehúlt a lánc, megnyílt az ég, most kitört a tánc, szíved éled és valóban látsz. Fogalmam sem volt, ki voltam én, arról nem szólva, hogy mi volt a tét. De most a hangom kiált felé, végre hidd el, hogy Jézus él. Világosság, világosság, letört a bék, jó lehúlt a lánc. Megnyílt az ég, most kitört a tánc, szíved éled és valóban látsz. A bajba nem győz, a józan ész, ne kérdezz, miért én az égre néz. Van egy barátod, segít, ha kész, végre látod, hogy Jézus él. Világosság, világosság, letört a bék, jó lehúlt a lánc. Megnyílt az ég, most kitört a tánc, szíved éled és valóban látsz. Világosság, világosság, letört a bék, jó lehúlt a lánc. Megnyílt az ég, most kitört a tánc, szíved éled és valóban látsz. Eljön majd egy csodálatos nap, és szállni fogunk. Légy kész mindig, nehogy lemaradj rád, várj csak az Úr. Szállni fogunk egy nap, majd szállni fogunk. Egy nagy jelre majd ezen a világon átutazunk. Mert
mindenképpen írt ki, rád vár az Úr. Szállni fogunk egy nap, majd szállni fogunk. Egy nagy jelre majd ezen a világon átutazunk. Szállni fogunk egy nap, majd szállni fogunk. Egy nagy jelre majd ezen a világon átutazunk. Szállni fogunk. De vagy a kősziklám, oltalmam szélvízben, veszélyek közt támaszom, aki megtartasz engem, mert benned bízom én. Benned bízom én, velem vagy ez ad erőt, s kegyelmet elég nekem. Te vagy a kősziklám, oltalmam szélvészben, veszélyek közt támaszom, aki megtartasz engem, mert benned bízom én. Benned bízom én, velem vagy ez ad erőt, s kegyelmet elég nekem. Benned bízom én, benned bízom én. Engedjék meg, hogy ünnepi beszédemet megtartsam, és ugye a mai adventi üzenet, a negyedik gyertyának a meggyújtása, az a bűnbocsánattal függ össze, és én szeretném az Úr imáját felolvasni, és abból egy pár gondolatot megosztani. Azt mondja Jézus a Máté evangélium 6. rész 9. versében, amikor az apostoloknak és a tanítványoknak szól és tanítja őket imádkozni, hogy ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez azért is különleges, mert Jézus Krisztus a benne bízó embereket imádkozásra tanítja. Az imádkozás a 21. században sem megy ki a divatból, és nem is az, hogy divatból nem megy ki az imádkozás, hanem Jézus Krisztus az övéinek azt mondja, hogy ti így imádkozzatok. És itt az idő, amit Jézus Krisztus használ, ez a jelen idő, és én merem, és a csetényi ünneplő sokasságnak karácsonyra való ráhangolódásként én úgy gondolom, hogy helye van az asztali áldásnak, helye van a családon belül az imádkozásnak, és azokban a tanításoknak is, ami ebben a részben szerepel, és hogyha az adventnek a bűnbocsánati üzenetére gondolunk, akkor azt mondja a 13. versben Jézus, hogy ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És az ezt megelőző vers azt mondja, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ha csak annyit látunk Jézus Krisztusban,
hogy megszületett a megváltó, amiről az angyalok a kint az éjszakában a pásztoroknak adtak tanúbizonságot és jelet, és megmondták, hogy megtalálják a jászolban Jézus Krisztust. Én azt mondom itt is, és a gyülekezetben is, és minden helyen a lehetőségünk van, hogy azt a názáreti Jézus Krisztust, amit Mária vagy József tartott a kezében, azt mi már nem foghatjuk kézben, mert a názáreti Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országa ti bennetek van. És a szíveinket kell fölkészíteni és megnyitani az Isten jelenlétére, és amikor az ember meg tud bocsátani másoknak, el tudja engedni a tartozásokat, és egy elsősorban lelki-szellemi haragról, a gyűlöletről, esetleg a meg nem értésről, az ellenségeskedésről beszélek, arra azt mondja Jézus, hogy mi is, ő így tanított nekünk, mert mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és erről meg kell emlékezni, hogy úgy menjünk bele a karácsonyi felkészülésben, hogy a szívünket ne terhelje a meg nem bocsátás, ne legyen harag és dű és indulat a szívünkben, mert nagyon sokszor a karácsonyi készülődés az egy kísértés is tud lenni, és én ha csak a saját életembe nézek vissza a gyermekkoromba, én mindig előre féltem, mert a legnagyobb taslikat otthon a készülődésben, nem értem időben haza a boltból, mert találkoztam a barátokkal, elbeszélgettünk egy kicsit, és a sütés-főzés nem úgy alakult, és én mindig kaptam karácsonykor egy-két taslit, és már mindig előre féltem, hogy mekkora kabátot, verést fogok kapni a következő karácsonynál, mert nagyon sokszor az ember annyira akar megfelelni a szeretet ünnepének, hogy észre se veszi, hogy nem az számít, és engedjék meg, hogy a szívüknek mondjam, hogy nem az számít, hogy milyen ajándékot veszünk egymásnak, nem az számít, hogy mekkora anyagi ráfordítást teszünk az ünnepekre, hogy kifejezzük, hogy bennünk mekkora szeretet, hanem az számít, hogy kivel tudjuk eltölteni ezeket az ünnepeket. Ki ül le az asztal közösségbe? Van-e asztal közösségünk a családon belül? Van-e szeretett közösség? Vagy csak az nézzük, hogy kivel nem szeretnék találkozni a településen, az utcán, ha valaki szembe jön velem, akkor átmegyek a másik oldalra. Az Úr imájában maga az Úr arra tanít bennünket, hogy bocsássuk meg a bűnöket. És az a legnagyobb ajándék Isten felé, amit Istennek tudunk adni, hogyha az ő beszédét megtartjuk, és az ő beszédét betöltsük, és megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és igazi szeretetről tudunk tanúbizonságot tenni akkor, hogyha tudjuk, hogy vannak kifizethetetlen adósságok emberek felé, és én arra buzdítom itt az egybegyűlt ünneplő hallgatóságot, hogy a szívünket így készítsük, ne csak a fát készítsük meg, ne csak az ünnepi ebédet készítsük el, hanem a szívünkben legyen helye a megbocsátásnak, és akkor meg tud úgy születni, ami az ünnepségre való tekintettel mondom így, hogy meg tud születni a mi szívünkben is úgy a megváltó, hogy nem különböző kerítéseket, hanem határtalanul ki tudja az ő szeretetét árasztani mindannyiunknak az életére, és ilyen módon békés és áldott és megszentelt ünnepekben van részünk, hogyha azt látjuk, hogy a szeretetnek nem csak külső jegyekben felelünk meg, hanem a szívünket fölkészítjük arra, hogy igazából tudjuk szeretni azt, akivel el tudjuk ezeket az ünnepeket tölteni. Tehát én ezt szeretném az itt egybegyűlt ünneplő barátainak ajánlani, hogy legyen bennünk megbocsátás, legyen bennünk ilyenfajta szeretet, és arról se feledkezzünk meg, hogy a názáreti Jézus Krisztus nem csak megszületett erre a világra, hanem szeretném ezen a helyen hirdetni, hogy ő a halálból föltámadott Messiás, aki azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy a bűneink miatt ne szálljunk az életünk lezártával a pokolba, ne kárhozzunk el, hanem ne vesszünk el, hanem vissza tudjunk térni az Istennek a jelenlétébe, a Teremtőhöz, a szülői házba, ahonnan minden élet származik, mert az Isten azért küldte el erre a világra a fiát, mert szerette önöket, szeretett bennünket, és Istennek az az akarata, hogy a szeretet, az győzze le a haragot,
az élő szeretet győzze le a halált, és mindegyünknek a szívében nagy legyen az Istennek a dicsősége. Ehhez pedig az kell, hogy az Istennek a nevét segítségül hívjuk, és arra van szükség, ahogy az Úr imájában is ez elhangzik, hogyha imádkozok, imádkoztok, imádkoznak önök, imádkozunk mi, akkor úgy imádkozunk, ahogy az Úr tanította. Hogy jöjjön el az Isten országa, és legyen meg az ő akarata, és szenteltessék meg az ő neve, és én ezt kívánom önöknek, ezt kívánom az egész településnek, minden embernek az életébe, hogy szálljon le a mennyből az Isten ország erre a helyre, és terjeszte ki fölöttünk Isten az oltalmazó szárnyait, védelmező kezét, és teljenek el ezek az ünnepi napok, teljenek el békességbe, és mindegyikünknek nagy áldására. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és én még engedjék meg, hogy én most imádkozzak ezért, hogy ez a szeretet, ez a békesség mindegyünknek a szívébe hatalmat tudjon venni. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy összejöhetünk Jézus Krisztus miatt ezen a helyen, hogy adventi ünnepet tartsunk, hogy megemlékezzünk arról, hogy te vagy az élő Istennek a fia, aki azért jöttél és jelentél meg, hogy leromboldd az ördögnek minden munkáját. És mi úgy állunk itt rád emlékezve a te megszületésedre, figyelve és a földi pályafutásodra, a megváltói művedre nézve, fölnézünk a Golgotai keresztre, hogy kérünk, hogy mindannyiunk életébe romboldd le az ördögnek a munkáját, és adj egy Isten iránti igazi vágyakozást, hogy keressük a te jelenlétedet, mert azt mondtad, hogy keressünk téged is, akkor közelebb kerülünk a mennyek országához, és kérünk, hogy jöjjön el az Isten országa cseténybe, az ismerőseink, barátaink, ünneplő, az itt megjelent ünneplőknek az életébe, hogy az a szeretet, ami le van írva a Szent Írásba, az benne legyen mindenkinek az életében, és az előttünk lévő ünnepi napok békességbe teljenek a Jézus nevében. Amen. Még egy éneket énekelünk. Szépen köszönjük, hogy meghallgatták az ünnepi műsorunkat, és megtiszteltek a jelenlétükkel.